felejtem el vajon ez alatt a videó alatt a telefonomat. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a BookTube bookteget fogom kitölteni. Ez a tag igazából úgy jött létre, hogy Edmond és Hales nagyjából egy időben írta be Discordra, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen taget, amiben booktuberekhez kötünk könyves szempontokat. Ami egy tök jó ötlet volt, és gyorsan össze is dobtuk gyakorlatilag. Majd az ő videójukat belinkelem a leírásba, már mire az enyém kimegy, kb. Mindenki megcsinálja, de se baj. Szóval, ennek igazából igen, ez a lényege, hogy a booktuberekhez kötünk szempontokat, mindenki magának választhatott szempontot, illetve hogyha mások szempontja jobban tetszettek már, mint hogy amit mások mondtak, hogy szerintünk hozzá jobban illene, akkor azt tették egy adott emberhez. Nagyon hosszú ez a tag, és ezt ilyen jelentkezési alapon csináltuk, tehát hogy aki benne akart lenni, és aki ott reagált Discordon, az benne van. Szóval nincs benne mindenki, azok vannak benne, akik így jelezték, hogy szeretnének benne lenni. Igen, nagyjából szerintem ezt kell erről tudni, viszont bele is csapok, mert nagyon sokan benne vagyunk, úgyhogy nagyon sok kérdés van, legalább egy méteres könyvkupac van mellettem, ami nagyon veszélyesen imbolyog, úgyhogy kezdjük is el. Első, Andi, egy könyv, amit úgy olvastál el, hogy semmit nem tudtál róla előre. Na most én ide a Medve és Csalogány című kötetet választottam, ami az Északi Erdő legendája első kötete. Ez egy BookTube könyvklub havi könyv volt, és fogalma sem volt egyébként, hogy miről szól. Fönn volt a várólistámon, de semmit nem tudtam róla, hogy miről szól. Azóta sem tudnám megmondani, miről szól. Jó volt, csak nehéz elmagyarázni, hogy miről szól. Második, Borka, egy könyv, amit gyorsan elolvastál. Ez a Cinder volt Marissa Meyertől, ezt azt hiszem két nap alatt daráltam le, és abszolút nem számítottam rá. Böbe, egy könyv a komfortzónádon túl, ami tetszett. Ez a könyv nekem nincs meg, de be fogom ide szépen vágni magam mellé. Ez a The Five volt Hayley Rubenholtól, azt talán most így hirtelen fejből. Ez Jack the Ripper áldozatainak életéről szólt, vagy hasfelmetsző Jack, mindig angolul mondom. És hát elsőre nem egy ilyen olyan könyv, amit én olvasték, mert ez egy ilyen dokumentum könyv, viszont nagyon tetszett. Éves kedvencem is volt. Szinti, egy könyv, amit magyar szerző írt, Smal Rózától a Nagy folyók haragja Alladan könyve. Csaba, egy könyv, ami krimi. Ide most az alkimista lányának különleges esetét mondom Tildóra Kosztól. Ez egy 19. században játszódó krimi, ami klasszikus alakokra épít, tök jó volt. Edmond, egy könyv, ami klasszikus. Ide most azt a könyvet fogom mondani, ami szintén nincs meg, mert könyvtárból hoztam ki. Mikor érettségiztem, nekünk ez az egyik érettségi tételünk a Mester és Margarita volt, és ez volt az a kötelező könyv érettségire, meg úgy szerintem egész középiskolában, amit tényleg szerettem. Ez a könyv nekem tényleg tetszett, úgyhogy ezt fogom ide mondani, igen, a Mester és Margaritát. Edna, egy történet egy dráma királynőről. Hát ez nehéz volt, mert alapvetően az ilyen, hát nagyon ilyen könyveim nincsenek, de hát nem dráma királynő, de mindegy, ide Becky Arbeltalitól és Adam Silverától a Vatifica azt mondom, mert ebben az egyik szereplő, Arthur, nagyon dráma királynő volt. Ellamara, egy romantikus történet. Fangirl! Enikő, egy könyv, amiben fontos szerepe van a művészetnek, festészetnek. Erre tökéletes jelöltem a Fényfestő című kötet volt Bauer Barbarától. Ebben a borítón látható személy pont az, aki fest. És ez egy központi eleme az egész történetnek. Esti, egy ázsiai könyv, vagy egy képregény, úgyhogy én most kettőt fogok mondani, az egyik lesz a Heartstopper képregény, mert azt Esti miatt olvastam el, a másik pedig a Nemes teremtmények Hongkongtól, mert ez egy dél-koreai szerző. Eszter, egy könyv a mesék világából, amit én most ide fogok mondani, J.R.R. Tolkientól a karácsonyi levelek, ebben Tolkiennek a gyerekeihez írt mesék vannak, amiket így a télapóként írt nekik, és nagyon-nagyon aranyos. Evelyn, egy könyv, amitől féltél. Egy könyv, amivel nagyon féltem belekezdeni, mert nem tudtam, mire számítsak, mert apa sokat sóhajtozott rajta. Az Harlan Coben-től volt a Senki fia. Igazából sokkal rosszabbra számítottam, apa reakció alapján nem volt vészes. Fruzsi, egy könyv, ami kellemesen fura. Na most ez nehéz volt, mert nehéz megítélni, mi az, ami kellemesen fura. De végül ide a Nevermore-t fogom mondani,
ami a Nevermore sorozat első része, és még mindig nem szedtem le róla ezt a matricát. Oké, hogy ez egy, ugye ez egy fantasy könyv, tehát hogy nyilván vannak benne ilyen fantasy elemek, amik ugye furák a mi világunkhoz képest, de hogy ez olyan kellemesen fura, mert vannak benne ilyen fura dolgok, attól függetlenül, hogy fantasy, és olyan mókásan kellemesen fura. Szóval ide ezt fogom mondani. Hills, egy könyv, ami hiperaktív. Az ilyen middle grade könyvek alapból ilyen nagyon gyors eseményűek. A Percy Jackson könyvek alapból olyanok, hogy folyamat történnek benne dolgok. Ráadásul a Percy Jackson könyvekben még a szereplők is hiperaktívak, mert a fél istenek azok hiperaktívak. Az istenek gyerekei hiperaktívak. Úgyhogy ez ide a tökéletes választás. Jó, Kati! Egy könyv, amiben nagy szerepet kap a természet és az állatvilág. És ide Kati saját könyvet fogom mondani, ami a Boldogság forrása a kutya. Ez a cím mindent elárul. Camilla, egy könyv, amiben erős női karakterek vannak, Johanna Siniszalótól a nap magja, ebben eleve egy ilyen, a női társadalom egy ilyen elnyomott réteget, nagyon elnyomott réteget reprezentál, és a főszereplő, akit követünk, az így ebben a társadalomban próbál túlélni. Nagyon jó könyv. Matilda, egy könyv, amiben sárkány van, és csak hogy ne az így neved a sárkányodat ott mondjam. Most levettem egy random Wings of Fire részt a szekrényem a polcomról. Ez most pont a 7. Mindegy, de az egész Wings of Fire sorozatot ide tudnám mondani. Zsófi hibája, hogy ezek nekem már megvannak, és imádom őket. Ultimate sárkányos könyv, csak sárkányok vannak benne. Lány létemre Ági, egy könyv, amit e-bookon olvastál. Nyilvánvalóan ezt nem fogom tudni megmutatni. Én most a Shadow and Bone, azaz Árnyék és Csont sorozatot mondom, mert azt elkönyvben olvastam az egészet. Nalina, egy történelmi könyv. Olyat fogok ide mondani, amit épp most olvasok. Ez Melchior, a Patikárius és a Szent Olaf templom rejtélye. Ez egyrészt egy észkönyv, másrészt ez egy történelmi krimi. És itt tartok benne. Petra, egy könyv, amiből sokat tanultál. Ezt szintén nem fogom tudni mutatni, de még egyszer nem sikerült. Ez David Attenborough-tól az Egy élet a bolygónkon. Ebben nagyon sokat tanultam. De ezt már annyit emlegettem a csatornán, hogy mindenki tudja, hogy nagyon sokat tanultam. Sanna, egy könyv, amin sírtál. Ezt az utolsó Így neved a sárkányodat részt. Ezt végigbőgtem. Az utolsó nem tudom hány oldalt, egyszerűen nem bírtam rendesen olvasni, mert zokogtam rajta. Traumatizált egy életre ez a könyvsorozat, és imádom. A filmek is traumatizáltak. Az utolsó. De olyan jó. Saci, egy lelkesítő történet. Jodie Taylortól a Semmi lány, mert ez lelkesít, igen. Tehát egy olyan íve van a történetnek, ráadásul nagyon humoros is, úgyhogy mindenképpen jó-rossz hangulat ellen. Sisi, egy történet újra mesélve, azaz egy retelling, és erre most a Meseország mindenkit fogom mutatni. Ebben az összes mese egy mese újramondás. Tamara, egy könyv, ami kortárs szépirodalom. Hát szerintem ez az, nincs nagyon ilyen könyvem, még nem nagyon olvasok ilyen könyvet, ha csak nem volt kötelező suliban, de van egy ilyen, nem csak egy, de most ezt fogom mutatni. Ez a mostoha sors Petra Hulovától, és én úgy tudom, hogy ez egy szép irodalmi könyv, és kortárs is, úgyhogy ezt fogom ide mondani. Timi, egy könyv, ami kisiskolásoknak szól. Nem tudom, miért bizonytalanodtam el a mondat felénél. Csak mindenki megnyugodjon, mutatok így neved a sárkányodat könyvet még. Az első részt, az egész sorozat kisiskolásoknak szól gyakorlatilag. Ilyen szempontból kicsit lehet fura, hogy az egyik kedvenc könyvsorozatom, amin a mai napig bőgök, de olyan jó. És mert az Így neveld a sárkányodat propagandámat sosem hagyom el. Videági, egy könyv, ami pszichotriller. Na most ezen megijedtem, hogy nem fogok tudni mutatni. Ehhez képest, mikor beírtam moly.hu-n az olvasott könyveimhez, hogy ugyan mi az, ami pszichotriller, többet is kiadott, amint meglepődtem. Egyébként zárójeles megjegyzés, valamiért egy-két Rick Riordan könyvet kidobott a romantikus jelzőre, amit én nem értettem, hogy... hogy. Szóval egy pszichotriller. Ez Claire McIntosh-tól az ICU, és nem tudom, hogy már megjelentem magyarul, de már van magyar címe, az tuti, az pedig az, hogy látlak. Ez
neki bizony egy pszichotriller, ami után a CCTV-ben az ember nem fog bízni. Azaz térfigyelő kamerákban. Vétót Kati, egy könyv, amit könyvtárból kölcsönöztél, nyilván ezt se fogom tudni megmutatni, mert könyvtárból jött. Viszont ez a V.E. Schwabtól volt az Egy kegyetlen dal, illetve az egész duológiát könyvtárból hoztam ki, amikor még lehetett könyvtárba menni, azóta már lehet újra, de mindegy. És az utolsó, Zsófi, egy könyv, ami LMBTQ irodalom, és ide egy olyan könyvet fogok mutatni, amit Zsófi miatt olvastam el. Ez pedig T.J. Klumtól A ház az égszínkék tengernél. Valami gyönyörű ez a könyv, így a magyar borítója is. Igen, ez itt a Zsófi propaganda eredménye. No hát akkor ez volt a BookTube Book Tag. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!